Ugye többször mondtam már ma, hogy készítsenek elő egy jó csomag papírzsepit, mert most szükség lesz rá. Elképesztő történetbe csöppent a Heti Napló. Gyakran hallani, hogy az emberekből kivesző félben van az emberség, csak magunkkal foglalkozunk. Jelentem, hogy következik az élő cáfolat. Zoltán és a felesége. Két hete még teljesen céltalanul bókláztak Budapest utcáin, ugyanis hajléktalanként kellett túlélniük a mindennapokat. Most azonban egy lakáskulccsal a kezükben éppen hazafelé tartanak. Hazafelé. Újra van otthonuk, újra van hol aludniuk, van fürdőszobájuk, tudnak mosni és tudnak főzni. Én aki meghozta a törvényeket, azt mondanám, hogy álcoruhába menjen be egy hétre egy hajléktalan szállóra. Pár héttel ezelőtt forgattam először Zoltánnal, de már régóta figyelemmel kísérem az életét, rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. 2006-ban volt egy barátom, akiben megbíztam, és volt egy közös vállalkozásunk, és úgy kisemizett, hogy egy perc alatt akkori párommal a utcára került. Bevallom, álmomban se gondoltam volna, hogy nekünk a Heti Naplónak hála teljesen új életet kezdhet. De a riport után írt nekünk egy kedves néző, György, és bevallom, amikor megláttam ezeket a sorokat, örömömben tényleg majdnem lefordultam a székről. Ezt írta. Szeretnék segíteni Zoltánnak, Réka hajléktalanjának. Közelben tudnék munkát adni, és természetesen, amíg nálunk dolgozna, egy önálló, összkomfortos 45 négyzetméteres házban lakhatna. Ezek után felhívtam Gyurit, megkerestem Zoltánt, összehoztam a nagy találkozót, és nem sokkal utána be is költözhetett a feleségével. Ez az a pillanat, amikor Zoltán és Bea birtokba vehették az új otthonukat. Nem nagyon mondanék hozzá semmit, hiszen szerintem ez a kép önmagáért beszél. Mikor megláttam ezt a műsort, nem beszélve az előzményekről, ugye, hogy behozták ezt a fantasztikus hajléktalan törvényt. Úgy gondoltam, hogy ne csak a szám járjon, hanem tetlegességig fajuljon a dolog, úgymond. És hát ezért írtam nektek, hogy az egyik hajléktalan urat szeretném vendégül látni, munkát adni neki, és hogyha mind a kettőnknek megfelel a dolog, akkor egy hosszú távú kapcsolatot úgymond megcsinálni. Na, Zolikám, akkor ahogy bejön az áru, azt behozzátok, mert kint már hideg van, szép lassan elpakolni, és kint a szemetet ne felejtsd el, légy szíves, jó? Mert sok emberke szereti eldobálni. Nekem mondod. Jó? Csak itt tovább. Aj, szervusz! Szia, Zoli, de jól látni! Köszönöm szépen, nézd meg, mit csináltál velem. Dolgozhatok egész nap. Hála, jó végre. Hát, legalább van munka. Kint hideg van, innen jól nézni a havat, de talán azért melegebb van. Zoltán most itt dolgozik Gyuriék boltjában Török Bálinton. Bejelentett, normálisan fizető állás, nagyon jó munkakörülményekkel. Így ahogyan Zoltán mondta nekem, ez most számára olyan, mintha megnyerte volna a Lottó ötöst. Minden pénteken megvan a beosztás, aha, és akkor tudom a jövőt. Itt most például holnap reggelre jövök, uh-huh, az azt jelenti, hogy 5 órától 2 óráig leszek, csütörtökön megint 5-től 2-ig, pénteken szabad leszek, szombaton délutános, vasárnap megint szabad. Másfél hete van nálunk, meglepően jó, és mindenki szereti. Ami én kicsit féltem tőle, hogy itt lesznek problémák. Kikezdik, beszólnak, de nem. De a pozitív mindenkinél. Kollégáknál is, vevőinknél is. Sőt, a szállítók is nagyon meg vannak elégedve, mert jól tölti az árut. Nincs vele gond. Na, de jó. Hát akkor bevált tulajdonképpen. Aha, úgy lesz ki, hogy igen. Ez egy olyan, mint egy lottó nyeremény. Két és fél év után újból tévét néztünk.
Hát igen, mert ugye azt mondja, hogy két, nem, most lesz nyáron 3 éve, hogy kilakoltattak minket. Újból embernek érzi magát az ember. Tehát, és tényleg, látod, hogy emlékszel a szakállas képem. Normális ruhába. Végre tudok főzni, ami akkora nagy szó. Nem azt tesszük, amit elénk tesznek például, tehát hogy egy sorban állásos valami egy... Úgymond ingyen konyhán. De muszáj volt, a főtételt akart tenni az ember, az utcán ez bonyolult lett volna megoldani. És akkor a lakás, ami mostanra már Zoli és Bea új otthona lett. Berendezkedtek, vigyáznak mindenre, még a mai napig is felfoghatatlan számukra, hogy nem az utcát kell járniuk, nem kell kilométereket sétálniuk ahhoz, hogy eljussanak egy mosdóba vagy egy szállóra, ahol lefürödhetnek, hogy van fizetésük, amiből saját maguknak tudnak ebédet és vacsorát főzni, hogy éjjel kényelmes ágyban aludhatnak, de persze ezt még sorolhatnám jó sokáig, úgyhogy helyettem inkább folytassák ők. Olyan jó dolog, hogy Zoli helyett elmegy melózni, ugye amíg ő fürdik, előtte én megkérdezem, hogy te figyelj, mit szeretnél felvenni? És akkor elmondja, hogy ezt a nadrágot, meg azt a pólót, meg ezt a pulcsit, és oda tudok menni a szekrényhez, és kiveszem tisztán, és oda tudom adni, hogy figyelj, akkor ezt vedd fel. Tehát annyira jó, és nem érdekel, leveszi koszosan, jó, nem úgy koszosan, de azért mégis, és nekiállok, és ki tudom mosni, végre. És nem az van, hogy sorba állok, nem az van, hogy 30 fokon csak megmutatom neki a vizet, mert általában az ilyen nyilvános mosolyában úgy szólik, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban, hanem rendesen, normálisan, olyan hőfokon, annyi mosószerrel és annyi öblítővel, ahány én akarom. Azelőtt hetente maximum egyszer tudtak mosni, akkor is néha kicsúsztak az időből. 8-tól volt nyitva az ingyenes mosoda, de volt olyan, hogy kicsit megcsúsztak, 9-re értek oda, és már nem fértek bele a napba. Ahogyan olyan is sokszor előfordult, hogy nem tudtak lefürdeni, vagy éppen lekésték az ebédet. Jött a télen, elzárták a csapokat a feneketlen tónál is. Tehát... Sokszor olyan voltunk nyáron, tehát nyáron az még úgy istenes volt, de például most, hogy ugye elzárták a csapokat, azt csináltuk, hogy az esővizet gyűjtöttük, és akkor azzal bűtettük a bűteni valót, hát más nem volt. Bea Zoli felesége ráadásul annyira lebetegedett, hogyha továbbra is hajléktalanként kellett volna élniük az életüket, akkor nem túlzok, ha azt mondom, nem biztos, hogy megélte volna a karácsonyt. Elképesztően sovány, egy szatyolnyi gyógyszert kell szednie, de őszintén remélem, hogy a meleg lakás, a megfelelő higiéniai körülmények és annak a tudata, hogy most már van miért élni, segít neki abban, hogy minél hamarabb felépüljön. Én nekem volt egy munkahelyem pont. Csillabércen gondnok voltam, mert mindenszerű a szakmámos. Lényegében azért vesztettem el ott a munkát, mert kiderült, hogy az ember hajléktalan. Itt meg azért vagyok nyugodt, itt most a Gyurinál, mert nem kell magyarázkodnom. A boltban is elfogadnak, tehát lényegében a boltban nem is tudják, hanem jönnek, köszönnek, tehát és egy családias légkör van ott, tényleg a tehát nem kell félni semmitől. Semmitől. Hamar be tudtam illeszkedni, éreztem, hogy elfogadtak, tehát tényleg jól érzi magát az ember. Számomra az egyik legmeghatóbb, vagy inkább legszívbe markolóbb az volt a nap folyamán, amikor szembesültem azzal, hogy ez a kedves házas pár még mindig nem teljesen hiszi el, hogy nem csak egy-két napra maradhatnak, hanem nagyon sokáig. Ezt onnan gondolom, hogy egész nap úgy beszéltek, mintha még mindig kint lennének az utcán. Meg kell szereznünk, oda kell érnünk, és hasonló gondolatok, amelyekből azt a következtetést vontam le, hogy az a gyomorgörcs, az a túlélési ösztön, és az a sok-sok fájdalom és reménytelenség máig bennük van, és nyilván ez nem olyan dolog, ami egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozik. Mik a tervek a továbbiakban? Hát, én nekem tetszik a munka, és hát megbeszéltük Gyurival, hogy hát ezt nem rövid távra, mert úgy semmi értelme. Na hát nagyon köszönöm nektek, hogy megmutattátok az új otthonotokat, és nagyon remélem, hogy most már
békességben és boldogságban fognak telni az ünnepek és az rákövetkező időszak is. Köszönjük szépen, hogy legyen és viszont. Voltatok kellemes karácsony, és ezt fogad el. Nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönöm. Minden jót kívánok nektek, és legyen nagyon szép a karácsonyatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Még egyszer, szervusz. Sziasztok. Ma olyan, mintha egy teljesen új emberrel találkoztam volna, mint pár héttel ezelőtt. Pedig Zoltán ugyanaz az ember, mint volt, csak most más formában és más helyszínen. Látszik rajta, hogy megnyugodott, és már nem félelemben éli a mindennapjait. Elképesztő belegondolni, de tavaly karácsonykor a feleségével együtt még sorban álltak a melegételért, és reménykedtek abban, hogy nekik is jut majd. Most a saját otthonukban saját maguk fogják elkészíteni a karácsonyi menüt, és lesz karácsonyfájuk is. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták. Boldog karácsonyt kívánok Zoltánnak és feleségének, Beának, és hatalmas elismerésem és főhajtásom Györgynek vagy Gyurinak. Amúgy azt figyeltem, amíg a kis filmünket néztem, hogy egy mosolyból mennyire kiderül, hogy Gyuri mennyire jó ember. Mi büszkék vagyunk önre, vagy hogyha tegeződhetünk, akkor rá Gyuri, és nagyon örülünk, hogy a Heti Naplóból ismertétek meg egymást a kis hajléktalan házaspárral.